Terjed az influenza, egyre több az influenza-szerű megbetegedés, azonban járványtól még nem kell tartani. Fegyveres rablás Máriapócson, a 43 éves nagykálói férfi 500 000 forinttal távozott a helyszínről. Kéménytüzek, a kéményben lerakódott korom vagy kátrány begyulladása a leggyakoribb kiváltó ok a kéménytüzek esetében, a későn észlelt tűz pedig akár a teljes épület leégéséhez is vezethet. Egyre több az influenza-szerű megbetegedés, azonban járványtól még nem kell tartani. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A házi orvosi praxisok jelentései szerint is nőtt az influenzára utaló megbetegedések száma, valamint a laboratóriumi vizsgálatok is egyre több esetben igazolják az influenza vírusok jelenlétét a beküldött mintákból. Az eddig vizsgált esetekben pedig már kétszer is kimutattak a 2009-ben világjárványt okozó H1N1-hez hasonló vírust. Az előző hetihez képest országosan több mint 10%-kal többen, mint egy 11 000-en fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz a karácsony előtti héten. A Kótai Praxis házi orvosa szerint folyamatosan növekszik az influenza-szerű megbetegedésekkel orvoshoz fordulók száma, azonban még mindig érdemes lehet beadatni a védőoltást. Sose később beadatni a védőoltást, azzal azért számolni kell, hogy a védőoltásnak körülbelül 2 hét az az időtartam, ami tényleg ki tudja alakítani a védettséget, tehát fontos lenne, hogy aki tervezi, az minél hamarabb forduljon a házi orvosához, hogy minél hamarabb megkapja az oltást, mert annál hamarabb kialakul nála a védettség. Úgyhogy a védőoltás alapvetően egyébként mindenkinek ajánlott, azoknak is, akik teljesen egészségesek, de azoknak főképpen ajánlott a védőoltás beadása, akik idősek, akiknek van valamilyen krónikus szív-érrendszeri vagy légzőszervi megbetegedése, úgyhogy, illetve akik fokozott fertőzésveszélynek vannak kitéve. Az oltóanyagokat különböző térítési kategóriákba sorolva lehet beszerezni, azonban vannak olyan ellátási csoportok is, amelyek térítésmentesen juthatnak hozzá. Ilyenek például azok, akiknek, ahogy korábban is mondtam, krónikus szív-érrendszeri vagy légzőszervi megbetegedése van, vagy aki fokozott fertőzésveszélynek van kitéve. Ugye, akik nem tartoznak bele az ingyenes térítési kategóriába, nekik a háziorvos fel tudja írni, és akkor attól függően, hogy milyen fajta oltóanyagot választanak, különböző az ára, tehát ezt így nem lehet egységesen megmondani, hogy ennyibe vagy annyiba kerül az oltóanyag. A rizikócsoportba tartozóknak és az egészségügyi intézményekben dolgozóknak az idei szezonban 1,3 millió adag térítésmentes vakcina áll rendelkezésre, írja a házipatika.com. Beszámolójuk szerint az orvosok által eddig beküldött mintákból 2 betegnél a 2009-ben világjárványt okozóhoz hasonló influenza, a H1N1 vírus okozta fertőzést diagnosztizáltak. Fegyverrel raboltak ki egy benzinkutat Máriapócson szombaton. A 43 éves nagykálói férfi 500 000 forinttal távozott a helyszínről, a rendőrök azonban fél órán belül elfogták. A nyomozók a férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Fizetés helyett ezt a gépfegyvert kapta elő kabátja alól az a férfi, aki így kényszerítette a bevétel átadására a benzinkutas szombaton Máriapócson. A nagykálói rabló a kutas mobilját is magával akarta vinni, végül azt hátrahagyva 500 000 forinttal távozott a helyszínről. Az elkövető a megszerzett pénzzel Kálósemjén irányába menekült gépkocsival. A rablásról egy szolgálaton kívüli rendőr tett bejelentést, ezt követően a tevékenység irányítási központ munkatársai azonnal ellenőrző áteresztőpontok felállítását rendelték el, és mozgósították a környékbeli egységeket is a lehetséges menekülési útvonalak lezárására. Az összehangolt intézkedések eredményeként fél órán belül sikerült elfogni a feltételezett tettest. Éppen a kijelölt felállítási helyükre siettek a Baktalórendházi rendőrök, amikor szemből velük felfigyeltek egy gépkocsira. Azonnal utána hajtottak, megállították és igazoltatták a benne ülő férfit. Gyanújuk hamar beigazolódott, hiszen a gépkocsiban az elkövetéshez használt fegyvert, valamint egy szatyorban az eltulajdonított készpénzt is megtalálták. A 43 éves nagykálói férfit a megyei rendőrfőkapitányságon a rablás miatt gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A férfi lakásán tartott kutatás során további tárgyi bizonyítékokat találtak és foglaltak le a rendőrök, melyek alátámaszthatják az elkövető bűnösségét.
A kéményben lerakódott korom vagy kátrány begyulladása a leggyakoribb kiváltó ok a kéménytüzek esetében. A későn észlelt kéménytűz akár a teljes épület leégéséhez is vezethet. A kéménytüzek igen gyakoriak a téli fűtési időszakban, a megyében is számos esetben volt már szükség a tűzoltók beavatkozására ebben a szezonban. Csak vasárnap 4 esetben riasztották a tűzoltókat kéménytűzhöz a megyében. Encsen-Csen, Nyíregyházán, Lónyán és Leveleken a kéményben lerakódott korom izzott. A tűzoltók az izzó részeket kézi szerszámok segítségével távolították el az égés termékelvezetőkből. Személyi sérülés egyik esetben sem történt. A fűtési idényben megemelkedik azon segélyhívások száma, amikor a kéményben lerakódott korom vagy kátrány begyulladása miatt kérnek a Szabolcs megyei lakosok tűzoltói segítséget. A fűtési szezon kezdetétől több mint 30 esetben vonultak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tűzoltói kéménytűzkár eseményekhez. Ez a szám csökkenthető, illetve megelőzhetőek is lennének ezek a káresetek egy kis odafigyeléssel. Ne fűtsünk háztartási hulladékkal, festett, lakkozott vagy nedves fával, ugyanis ezek mérgező gázokat fejlesztenek, másrészt pedig növelik a korom és a kátrányosodást a kéményben. Bár a kémények tűzállóak, a bennük lerakódott korom és kátrány meggyulladhat, ha a kémény felhevül. A hőmérséklet a kéményben néhány perc alatt elérheti az 1000 fokot is. A kéménytüzek többségét a karbantartás, azaz a kéményseprés elmaradása okozza. Spontán kéménytűz az esetek 95%-ában következik be, és a tulajdonosoknak legtöbbször sejtésük sincs arról, hogy megtörtént a folyamat. Hogyha valaki 2 hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány lakódik le a kéményében, mint hogyha egy teljes fűtési szezonban normál fűtőanyagot használna. A lerakódott korom és kátrány a fűtés hatására izzani kezd az égéstermékel vezetőben, a kéményben, és akár meg is gyulladhat, és a lakástűzek vizsgálata során megállapítható az, hogy minden 5. lakástűz a kéményben kezdődik. A kéménytüzet a kéményből kiszűrődő morgóhang, a gomolygó sűrű fekete füst, valamint a kicsapó szikra is lángjelzi. Ha a kémény nagyon átforrósodik, meggyulladhatnak a szomszédos faszerkezetek, és egy későn észlelt kéménytűz akár a teljes épület leégéséhez is vezethet. Ha megtörtént a baj, fontos, hogy a kéménytüzet tilos vízzel oltani, a tűzoltóságot pedig azonnal értesíteni kell. 150 milliárd forint áll rendelkezésre a Magyar Falu program keretében 2019-ben az 5000 lélekszám alatti települések életminőségének javítására, hangsúlyozta szombati budapesti sajtótájékoztatóján a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondta, a pályázati kiírások ütemezetten jelennek meg ebben az évben. A politikus hozzátette, február 1-től elsőként az egyházi, valamint az önkormányzatok által üzemeltetett közösségi terek felújítására és létrehozására lehet pályázni. Az elmúlt 3 hónapban, 4 hónapban, még a kormányhatározatok elfogadása előtt munkatársaimmal 30 rendezvényen több mint 2500 polgármester tájékoztattunk szerte az országban személyesen, és mindenhol elhangzott az a kérdés, hogy mekkora önerőt kell biztosítani a településeknek az egyes fejlesztéseik megvalósításához. Tehát az a jó hír van, hogy a kormány úgy döntött, hogy nem szükséges önerőt biztosítani, minden pályázat 100%-os támogatási intenzitású lesz. Azt azonban figyelembe fogjuk venni a pályázatok elbírálásánál, hogy milyen adóerőképességgel rendelkezik a település, tehát a gyengébb adóerőképességű települések, mondjuk úgy, hogy a szegényebb települések mindenképpen előnyt fognak élvezni azokkal szemben, amelyek jelentős adóerőt képviselnek. Könnyebben és gyorsabban kaphatnak vizsgaidőpontot mostantól azok, akik jogosítványt szeretnének. Január 1-től a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Szervezi a vizsgáztatást. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerint a központ megvalósításával országosan minden képző és vizsgahelyen egységes módszertan alapján és azonos műszaki színvonalon történik majd a vizsgáztatás. Cél az is, hogy csökkentsék az akár 5-6 hetes várakozási időt, és lehetőség legyen az esti vagy hétvégi vizsgáztatásra is. Beindult a 2019-es év a Móricz Zsigmond Színháznál is. Az új naptári évet 2 gyermek darab olvasó próbáival kezdték. A művész stúdióban lesz látható a Kék bolygó, amelyet Bal József rendez, míg Halasi Dániel a nagy színpadon mutatja majd be Hamupipőke történetét.
Hulda, egy űrszörny szállt le a parton. Nyálkás csápjai vannak, amik úgy világítanak, mint a medúzák. A foga élesebb, mint a vajkenőkés. A sárkányölő Krisztián után újabb gyerekdarabot rendez a Móricz Zsigmond Színházban Bal József. A Kékbolygó cím utal a földünkre is, egy 10 évvel ezelőtt Izlandon bemutatott gyerekelőadás feldolgozása. Egy olyan bolygóról szól, ahol csak gyerekek élnek. Ez pedig úgy lesz igazán hiteles, ha a nézőtéren lévő gyerekeket is bevonják az interaktív előadásba. A próba folyamat alatt is többször ilyen úgynevezett tesztcsoportokkal fogunk dolgozni, tehát egy-egy részét az előadásnak, egy-egy foglalkozás jellegét, azt kipróbáljuk korábban is velük, hogy ez minél jobban a kezünkben legyen. Szintén visszatérő vendég a színházban Halasi Dániel, aki ezúttal Hamupipőke történetét álmodta újra. A népszerű kellékek most sem hiányozhatnak, úgy, mint a lencse válogatás, a csodás segítők és természetesen az üvegcipő. A Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán megelevenedő történet igazi ősbemutató lesz, és abban is kuriózumot jelent majd a feldolgozások sorában, hogy először vegyíti önálló darabként Romhányi József adaptációját Rossini azonos című vígoperájával. Az így születő előadás több generáció számára is átélhetővé teszi a jól ismert mesét. Az operai világot mindenképpen megtartanám abból a szempontból, hogy szinte azt tudom mondani, hogy folyamatos zenei aláfestése van a történetnek, hogy ez hol énekbeszéd, hol csak zenére való rábeszélés, hol valóban dal. Ez igazából függ attól is, hogy tudunk neki indulni ennek a történetnek, illetve hogy amit mi elgondoltunk papíron, az valóban jól áll ennek a dolognak, illetve a társulatnak, de én ebben nagyon bízom, hogy valamilyen jó hangulatú, izgalmas, kísérletező próba folyamatnak nézünk elébe. Mindkét rendezővel hosszabb interjút láthatnak a péntek esti Weekend című műsorunkban. Rangadóval kezdi az évet a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1 piros csoportjának 5. helyén álló kék cápák kedden a 3. helyezett oroszlányt fogadják. A mérkőzés 16 óra 30 perckor kezdődik majd a Continental Arénában. A Veszprémben elszenvedett 16 pontos vereséggel zárta az elmúlt évet a Nyíregyháza Blue Sharks, amely így 8 győzelemmel és 5 vereséggel a tabella 5. helyén állva fejezte be az alapszakasz első felét. A mérkőzés után a klub vezetősége elküldte az amerikai légiós Kyle Luckot, akinek helyére már a héten érkezett új játékos. Sitko Ernő szakmai igazgató szerint az idegenbeli mérlegen mindenképpen javítani kell a tavaszi szezonban. 13 mérkőzésen 5 vereséget gyűjtöttünk, ami ugye általában, vagy nem is általában, hanem mindig idegenben történt, amivel azért nem lehetek elégedett, hiszen van benne 2 olyan vereség, amit nem lett volna szabad elszenvednünk, és jó lett volna a 3-ból, ugye a 3 legerősebb ellenféllel szemben történt ez, a 3-ból egyet talán megfogni, és akkor sokkal elégedettebb lennék. Úgy gondolom, hogy a második körben mindenféleképpen jobb teljesítményre van szükség, amire természetesen van esélyünk, hiszen folyamatosan fejlődik a csapatnak a játéka, de 2 évvel ezelőtt volt egy olyan kijelentésem az öltözőben, amikor azt mondtam, hogy a második körben úgy gondolom, hogy minden mérkőzést meg tudunk nyerni, és ez a cél, akkor ez nem sikerült, egy oroszlányi vereséget összegyűjtöttünk. Nem akarom azt mondani, hogy talán ez így a második körre elfogadható lenne, mert igazából az lenne az elfogadható, ha sikerülne megcsinálnunk azt, hogy nem kapunk ki, hiszen a legerősebb ellenfelek hozzánk fognak jönni a második körbe, de nagyon nehéz időszak vár ránk, és szeretném, hogyha jól teljesítenénk ebben az időszakban. Az évet mindjárt egy rangadóval kezdik a cápák, mivel az eddig mindössze 2 vereséget szenvedő 3. helyezett oroszlányt fogadják Busz Ivánék. A bajnoki mérkőzésen nem sikerült megverni még őket, egy HEB kupa elődöntőben győztük le őket, de nem is elődöntőben, hanem mi bronz mérkőzésen győztük le őket, akkor elég simán. Jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk mutatni egy bajnoki találkozón is. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzés lesz. Annak ellenére, hogy ez a mérkőzés kedre került, örülnék annak, ha sokan kilátogatnának. Az oroszlány egy jól szerkezetű csapat, jól felkészített csapat, és biztos vagyok benne, hogy mindent meg fognak mozgatni azért, hogy elvegyék azt a hazai veretlenségünket, amire mi nagyon szeretnénk vigyázni. A Nyíregyháza Blue Sharks oroszlány mérkőzés kedden 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig szerdán 21 órától láthatják a találkozót.
A Real Tate csapata nyerte a 14. alkalommal megrendezett Kelet-Magyarország Eiszman Hungária Kupa teremlabdarúgó tornát, miután a döntőben 4-3-ra legyőzte a Macsa Kft. Együttesét. A harmadik helyen a Szabolcs Ragadozók végeztek, megelőzve a Perec BT-sényőt. Péntek délutántól vasárnap estig pattogott a labda a Continental Arena küzdőterén a 14. Kelet-Magyarország Eiszman Hungária Kupa teremlabdarúgó tornán. A 32 csapat összesen 65 mérkőzés játszott a kézilabda méretű, de 5x2 méteres kapuval ellátott pályán. A kispályás bajnokságokban szereplő együttesek mellett alkalmi csapatok is indultak, amelyekben több korábban magasabb osztályban szereplő futballista is megmutatta tudását. Három megyéből érkeztek, tehát már megszokott, hogy Hajdú, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkeznek a csapatok. Arra is büszke vagyok, hogy a Decathlon Konyhaműből Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás Bajnokságban 16 csapat itt van, és itt edződnek a nem sokára induló tavaszi bajnokságra, de a megyéből 16-17 településről jöttek el különböző csapatok, és nagyon jól érezték magukat, már is regisztráltatták magukat a következő évi tornára, hiszen nagyon sok olyan csapat van, aki visszatérő a 14-ből, legalább 12 alkalommal itt volt már ezen a tornán. A főszervező szerint évről évre magasabb a színvonal a tornának, ezúttal is sok volt a kiegyenlített izgalmas mérkőzés. Korábbi években általában 8-10 gólok születtek egy-egy mérkőzésen, most még nagyon szoros meccsek voltak, 2-1, 3-1, 1-0, és ez azt jelzi, hogy nagyon jól pörgetik a csapatok, igazi specialisták jönnek el erre a tornára, de jól szolgálja a felkészülést. Annak is örülök, hogy megyebeli csapatok is itt voltak, hiszen a Sényő csapata szinte kompletten, a Nyírbátor csapata, ugye Nyírségkopi néven itt volt, de itt volt a Nyírtúra, a Barabás csapata, a Mérk a csapata, és ők vissza is fognak jönni a következő évekbe is, és én bízom benne, hogy jól érezték magukat, és jól szolgálta ez a felkészülésüket. A tornát végül a Real Tate csapata nyerte a Macsa Kft. És a Szabolcsi Ragadozók előtt. A gólkirályi címet a Szabolcsi Ragadozók csapatában szereplő Bodnár Márk szerezte meg, a legjobb játékosnak a Macsa Kft.-t erősítő Szilágyi Ákost, a legjobb kapusnak pedig a Real Tate hálóérét Jakocska Csabát választották meg a szakemberek. A karrier csúcsot jelentő 35. helyen áll az év első világranglistáján Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező már Ausztráliában van, ahol a héten Sydneyben kiemeltként lép pályára a szabadkártyás hazai James Duckworth ellen. A torna Fucsovics számára a főpróbát jelenti a jövő héten kezdődő Australian Open előtt. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A háziorvosi praxisok jelentései szerint nőtt az influenzára utaló megbetegedések száma, valamint a laboratóriumi vizsgálatok is egyre több esetben igazolják az influenza vírusok jelenlétét a beküldött mintákból. A rizikócsoportokba tartozóknak, valamint az egészségügyben dolgozóknak azonban még mindig érdemes lehet beadatni a védőoltást. Az eddig vizsgált esetekből kettőnél a 2009-ben világjárványt okozóhoz hasonló influenza, a H1N1 vírus okozta fertőzést diagnosztizáltak. Fegyverrel raboltak ki egy benzinkutat Máriapócson szombaton. A 43 éves nagykálói férfi 500 000 forinttal távozott a helyszínről. A rendőrök azonban fél órán belül elfogták. A nyomozók a férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A fűtési idényben megemelkedik azon segélyhívások száma, amikor a kéményben lerakódott korom vagy kátrány begyulladása miatt kéri a lakosság a tűzoltók segítségét. A kéménytüzek igen gyakoriak a téli fűtési időszakban, a megyében is számos esetben volt már szükség a tűzoltók beavatkozására ebben a szezonban. A későn észlelt kéménytűz akár a teljes épület leégéséhez is vezethet. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 7-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Hol?
Holnap ismét felhős, havas időre lehet készülni. Nyugat felől egy frontrendszer éri el kedden térségünket. Az éjjeli órákban még derült van, gyengén felhős lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában mínusz 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap a reggeli órákban nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délelőttől egyre több felé ered el a hó. A déli szél helyenként megélénkül, délutánra mínusz 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás várható térségünkben. A következő napokban a rövidebb napos periódusok mellett gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég. Szerdán több helyen valószínű havazás is. Csütörtökön, illetve pénteken csak elszórtan havazhat. Szerdától kissé megenyhül az idő, de pénteken átmenetileg ismét kemény fagyok várhatóak.